Sziasztok! A mai adásunkban egy történelmi témánk lesz, és arra gondoltam, hogy mivel sakktáblán könnyen lehet modellezni katonai küzdelmeket, ezért Dózsa György csatáit fogjuk lemodellezni a sakktáblán, szóval egyszerre játszunk és egyszerre tanulunk. Mondanom sem kell, hogy nem leszek egyedül, mert hát úgy talán kicsit magányosabb sakkmérkőzéseket játszani, viszont annyi biztos, hogy lesz egy vendégem, akinek még nem árulhatom el a nevét. Sziasztok! Az előző adásunkban Cigány Tamáshoz látogattunk el, és egy kicsit a népzenéről beszélgettünk. Nála pont volt egy duda, úgyhogy megtanította, hogyan kell megszólaltatni. A végén már egy kis közös zenélésre is sor került. Úgyhogy azt is megtapasztalhattuk a saját bőrünkön, hogy két dudás talán mégis megfér egy csárdában. De lényeg a lényeg, hogy a mai adásunk is nagyon izgalmas lesz, úgyhogy tartsatok velünk. Egy kis meglepetéssel is készültem nektek. A meglepetésem pedig... Szia, Tomi, azt hittem kicsit gyorsabban fogsz megérkezni. Hát élőben még nem is találkoztunk. Még nem, vloggerként szerepeltem egyszer nálatok. Igen, a videó felvételt láttam, amikor a tengerpartról jelentkeztél. Horvátországban egész pontosan ott voltam, és ott csináltam egy vlogot. Ja, hát az nagyon jó volt. Most viszont én készültem neked egy kis sakktáblával, illetve a bábukkal. Ezt egy ilyen egyéni szabály szerint raktam körbe. A ruháimat is így szoktam otthon, mert ez a kedvenc geometriai formám, a kör. Meg is lepődtem, amikor megláttam itt az asztalon ezt a sok sakkfigurát és a sakktáblát, nem gondoltam, hogy ezzel fogsz engem várni. De hogyha már itt tartunk, akkor tudod egyébként, hogy honnan ered a maga a sakk, hogy van esetleg valami monda erről, rege, történet, amivel ezt tudod kapcsolni? Azt hitted, hogy csőbe tudsz húzni Tomikám, de természetesen ezt tudom. Ugye volt egy brahmin ember, Széta név szerint, aki elment a rádzsájához, és csak azt kérte jutalmul, hogy adjon búzaszemeket neki a saját szabálya szerint. Azt kérte, hogy az első mezőre a sakktáblán egyet rakjon, a másodikra kettőt, a harmadikra már négyet, és ugye így mindig megduplázta. De hát ez elsőre ugye kicsit csekély ajándéknak tűnik, viszont hogyha jobban belegondolunk, itt 18 trilliónál nagyobb búzaszem mennyiség jött ki, amennyi nem terem összesen a Földön. Úgyhogy ezt jól kisakkozta ez a Széta nevű ember. Nagyon szépen elmondtad ezt a történetet, de egyébként, hogyha sakkbajnokok akarunk lenni, akkor nem feltétlenül csak a történetét és az eredetét kell tudnunk a sakknak. Jó, hogyha tisztában vagyunk a szabályokkal. Igen, igen. Lehet, hogy hogyan kell a sakkot játszani. Te tudsz sakkozni, Beni? Nem. Nem, még soha nem sakkoztam. Mit szólnál, hogyha ismertetném veled a szabályokat? Na, benne vagyok. Lássunk neki. Alapvetően egy 8x8-as tábláról beszélünk, fekete-fehér színekkel, ugyanúgy, ahogy a bábuk is fekete-fehér színűek, és kiemelnék két fontos karaktert, az egyikből több van, a másik viszont egyedülálló. A király, aki ezen a helyen áll, a királynő mellett, ő azért fontos karakter, és hát fontos figura, mert az egész játék az ő bemattolására épül, tehát hogy ne tudjon kimozdulni a matból, amit adnak neki. Van, hogy sakkot adnak, ez azért egy szerencsésebb helyzet, ha csak azt hallod, hogy sakk, és nem az, hogy sakmat, mert akkor még van lehetőséged a játék folytatására, nem vesztetted el a mérkőzést. Meg ugye ott van a patt, amikor a király nincs sakkban, de mégsem tud már mozogni. Igen, a patt helyzet, amit az élet más területein is szokták egyébként ezt használni, amikor már egyikőtöknek sincs olyan lépése, amivel lehetne folytatni a játékot. Viszont kiemelnék ugye még egy figurát, vagyis egy figura áradatot, belőlük van a legtöbb, pontosabban 8 darab. Ők a gyalogok, mint egy pajsként védik a mögöttük álló tiszteket. Segítek? Igen. Ide, ugye? Így van. Egy egész sor. Az ő különlegességük, hogy az első lépés az lehet kétszeres lépés, tehát nem csak egyet léphetnek előre, hanem még egyet, utána viszont egyesével haladhatnak. Átlósan tudnak ütni, hogyha esetleg úgy helyezkedik el egy ellenfél, és hogyha beérnek az ellenfél alapvonalára, amit ez a vonal, akkor tiszté lehet őket előléptetni, ami azt jelenti, hogy egy bármilyen másik figurára le lehet cserélni, ami ugye nem gyalog. És leginkább a vezérre szokták lecserélni a sakkjátékosok, ugyanis nála van a legtöbb lehetőség, ahogy léphet, és az elég szerencsés dolog, hogyha esetleg ilyenből akár több is van a csapatodban. Nekem a nagypapám azt mondta, hogy ezek a gyalogok, lehetnek akár parasztok is, tehát hogy így is hívhatjuk őket. Persze, így is lehet, de leginkább a gyalogot szokták használni. Van, aki parasztnak hívja, igazából teljesen mindegy. Tudod mit? Van egy feladványom, ez a királyod, ugye? Igen. És most
körbeveszem parasztokkal. Mit ábrázolhat ez? Egy szabálytalan lépések tömkelegét tulajdonképpen, de mire gondolsz? Jó, hát ezt most kicsit vonatkoztasd el a sakktól, inkább csak ilyen átvitt értelemmel próbáltam ábrázolni. De micsodát? Hát mondjuk a paraszt felkelést. Ez a kis figura akár lehetne maga Dózsa György is. Parlagon maradt termőföldek, bevetetlen uradalmak, ezek voltak a legnagyobb félelmek, melyek visszatartották a földbirtokos nemességet attól, hogy elengedje saját jobbágyait harcolni. Mielőtt azonban számba vesszük a keresztes sereghez csatlakozó jobbágyok céljait és vágyait, nézzük meg, hogyan élték mindennapjaikat. 9. és 10. fizetése mellett a földesúri akaratnak ki voltak téve robotmunkába. Juss az egyháznak, adó az államnak, járandóság a földesúrnak. Kapuadó, földadó, hadiadó, házadó és telekbér. Amint ti is látjátok, jobbágynak lenni nem épp a legjobb dolognak számított a középkorban. Év kis hányadában tudott dolgozni arra az esetre, hogy önmagát majd télen eltartsa. Ez egy elég komoly tehertétel volt a jobbágyság nagy részének. Az elégedetlenkedőkkel kegyetlenül elbántak, azért pedig azonnali halálbüntetés járt, ha egy jobbágy elvett abból, ami a földesúré. Egyetlen joguk volt ekkortájt, a szabad költözködés joga. Ha valaki katona, vagy egyházi személy, vagy egyházi területen akart érvényesülni, és volt tehetsége, akkor természetesen voltak olyan földesurak, főurak, akik tanítatásukat fedezték, és így ők ki tudtak törni. Ilyen volt Bakócz Tamás is. Jobbágyszülő gyermekeként került a papi pályára. A dominikánus papot elhivatottsága a legnagyobb méltóságok közé emelte. A nádor a király után nagyon jeles harmadik személy volt az országban, vagyona is jelentős volt. Ő közben már a vagyonát arra összpontosította, hogy jön a pápa választás. Az egykori jobbágy fiú 1513-ban már Rómában arra készült, hogy ráül a pápai trónra, és átveszi az egyház vezetését. Ez a törekvése azonban nem sikerült, sőt az új pápa, 10. Leó, a legnagyobb riválisát látja benne, ezért olyan feladattal bízta meg, melyre keresztényként és magyarként nem mondhatott nemet. Ez pedig egy török elleni keresztes hadjárat szervezése volt. Dózsa György unokája vagyok én. Népért síró, búzs, bocskoros nemes. Hé, nagyurak, jó lesz tán szóba állni kaszás népemmel, mert a nyár heves. A nyár heves, s a kasza egyenes. Hé, nagyurak, sok rossz fehér ököl, mi lesz, hogyha Dózsa György kósza népe rettenetes nagy düvelözönön? Ha jön a nép, hé, nagyurak, mi lesz? Rablóváraitokból merre fut hitvány hadatok? Ha majd csörömpöléssel lecsukjuk a kaput. Dózsa György az 1470-es évek környékén született, pontosan nem tudjuk, hogy mikor. Gyerekkorát dánokon töltötte, majd apja halála után Magfalvára költözött. Nagyon nagy tisztelője volt az apjának, olyannyira, hogy nyomdokaiba is akar lépni, ezért katonának állt. Pontosan hol szolgáltam én? Pontos fejezések erről nincsenek, de annyit biztosan mondhatunk, hogy rengeteg végvárban például. Illetve 1513-ban már Szapolyai János seregében lovaskapitányként vett részt. Ezek után pedig Nándorfehérvárnál is. És utána hogy folytatódott a története? Továbbra is harcolt csatákban? Így van, már a következő évben, 1514-ben, azt hiszem február 28-án, hogy pontos legyek, a szendrei szpáhik vezetőjével, vagyis hát vezérével küzdött meg, aki egy hírhet vezér volt, ugyanis rengeteg vitéznek a halálát okozta. De ezért a sorozatosan bekövetkező sikeres tetteiért az akkori király II. Ulászló kétszeres zsold és aranylánc adományozása mellett lovagrendbe emelte, falut adományozott neki, sőt, még azt is megengedte, hogy a családi címerében egy vérző levágott kar legyen. Igen ám, de eközben Bakócz Tamás esztergomi érsek 1514. április 9-én kihirdette a törökök elleni keresztes hadjáratot magába foglaló pápai bullát. Születésének pontos dátuma nem ismert. Annyit tudunk róla, hogy mindig vonzotta a vitézi pálya. Több végvárban is szolgált, amikor 1514-ben egy pár viadal során megöli a szendrei lovas szpáhik vezérét, amiért dupla zsoldot és királyi jutalmat kapott. Sokszor úgy ábrázolják, de eredetileg ő nem volt egy hatalmas termető ember. De sikeres és jó kartforgató harcos volt, ezzel hívta fel a figyelmet.
Ezt a figyelmet pedig nem csak a király, de Bakócz Tamás részéről is megkapta. Őt választották a keresztes hadjárat vezetőjének. Ám pénzt sem a király, sem Bakócz Tamás nem adott. Így már több mint egy hónapot várva, bérüket, zsoldjukat meg nem kapva, persze, hogy az elégedetlenség is elindult a zsoldosokba. Az adók terhe és az elmaradt zsold miatt egyre nagyobb volt az zúgolódás a keresztesek között. Ráadásul a közelgő aratási munkákra is többen hazamentek volna. Közben a hírek is jöttek, hogy viszont otthon aratni kellene, a családnak az őszre, télre valót be kéne takarítani. A sereg azonban állt és várt. Pénz hián a közeli földek terményeit fosztogatták a katonának állt parasztok. Ekkor jött valójában egy robbanásszerű tiltakozás a lázadásban formálódott meg. Bakóctól már hiába jött az utasítás, hogy fel kell oszlatni a keresztes sereget. Mivel nemhogy zsoldot nem kaptak, de már enni sem, fellázadt a sereg. A dózsa vezette parasztlázadás pedig lángba borította az egész országot. Ő tudta jól, hogy mit akart ígérni ezeknek a túlterhelt jobbágyoknak, a székely szabadságot. Szabadság és meghatározott mértékű katonai szolgálat, semmi több. A székely földeken ekkor így éltek a jobbágyok. Ezt a szabadságot ígérte Dózsa a fellázadt kereszteseknek. Dózsa Györgynek nem volt terve. Egész levonulása a temesvári Aradig, az egy improvizáció volt. Abból a szempontból célszerű volt és céltudatos, hogy tudta, hogy ott vannak azok az erők, akiket ha ő megsemmisít, akkor pillanatnyilag nincs ellenfele. A jobbágyok szabadságvágyát azonban kegyetlenül megtorolták, a lázadók vezéreit elfogták és kivégezték. Az új törvények pedig már a földesúr beleegyezéséhez kötötték a jobbágyok költözési jogát, örökös szolgaságra ítélve a parasztokat. Máig tisztázatlan körülmények között Bakócz Tamás Dózsát választotta a keresztes hadsereg vezetőjévé. Mennyi ember gyűlt össze körülbelül? Körülbelül 40 ezer fős paraszti hadsereg. Jó, hát ezt eddig értem, de hogy lett ebből egy felkelés? Új adót vezettek be, vagy többet? Vagy mi volt az, ami így kirobbantott ezt az egészet? De részben, igazad van, a terménykilencszer behajtását például bevezették. Úgyhogy közben a papi tizedet fizették? Igen, de emellett még rengeteg más dolog hozzájárult ahhoz, hogy felkelés legyen. Szervezési hiányosságok, Bakócz visszakozása, a keresztes háborúra tett lefújási kísérletek, például a nemesek zavargása és az akkor uralkodó rendszer együttese miatt robbanatott ki ez a felkelés. Akkor mégis mit tette olyan nagyjá Dózsa nevét? Mi az, amitől halhatatlan lett? Már maga a név? Dózsa György elég híres volt, és rengeteg diadalt vitt véghez, viszont ugye az egész országban akkor volt parasztfelkelés, az egész országra kiterjedt, de ő mégsem avatkozott ebbe bele, hanem csak a keresztes hadsereget vezette. Tehát a zavargásokhoz nem volt köze. El is akartak foglalni városokat, területeket? Bár a felkelők sok helyen vereséget szenvedtek, a marosmenti településeket sikeresen elfoglalták, és nem is szenvedtek vereséget egészen a temesvári csatáig. Ez ugye 1514. július 15-én történt, ám ekkor Dózsa György és Szapolyai János, ugye erdélyi vajda, seregükkel együtt a felkelők ellen mentek, és sikeresen leverték a felkelést. Ezek után Dózsa György és testvére Dózsa Gergely fogságba került, és közösen kivégezték őket a tetteikért. Egy nagyon fontos témát félbehagytunk, nem mutattam be kellően az összes karaktert. Beszéltünk ugye már a királyról, rakd föl te is esetleg ja, igazad van. Te színeidet, és beszéltünk a gyalogokról, vagy más néven, ahogy te mondtad, parasztokról. Ugye ők 8-an vannak, ezt már beszéltük, és egy sorban helyezkednek el. Na de, a tisztek vajon hogy? Ez itt a kérdés. Meg vagy? Igen. Nézzük a bástyákat. Bástyákból 2 van. És a két sarkában helyezkednek el a táblának, ők úgy haladhatnak, hogy egyenesen, bármilyen távolságban, tehát haladhatnak így, a számuk felé, és ugye a betűk így felé. Átugrani nem tudnak másban. Átugrani sajnos nem tudnak, viszont erre is van egy figura, ez a ló. Ennek a lépését, ezt lóugrásnak is hívják, ugyanis ő tud ugrani, így át is tud ugrani például a gyalogokon, és az ő különlegessége az, hogy a lóugrás azt jelenti, hogy elalakban tud ugrani, ami azt jelenti, hogy le kell rajzoljunk vele egy elalakot, és ezt bármilyen irányba megtehetjük. Így is tud ütni, meg így is tud lépni. De várj, ez bármennyi ilyen kockából állhat? Tehát, hogy az L betűm az lehet ekkora is? Arra figyelni kell, hogy az L betű az mindig azonos méretű kell legyen, hogyha így akarunk fogalmazni. A szára az 3, illetve 2. Ja, persze, értem, itt látom. És akkor utána még egyet megy. Így van.
kihagytam még a futókat, akik tényleg tudnak futni, méghozzá elég gyorsan, és ugyanolyan távolságban akár, mint a bástya, viszont ők csak hátlósan. Aha. És ők így is tudnak ütni. És kimaradt még ugye az utolsó karakter, figura, aki nem is annyira lényegtelen, ugyanis ő a királynő, vagy másnéven vezér. Azt hallottam, hogy ő úgy is tud lépni, mint a futó, de úgy is, mint a bástya. Ez így igaz, tulajdonképpen az ő lehetőségei a legjobbak a játék szempontjából, ugyanis ő bármerre tud lépni, bármennyit. És nagyon fontos megjegyezni, hogy mindig a saját színén kezd. Aha, köszi szépen. Nincs mit. A Benikém szerintem játszunk egy sakkmérkőzést, én meg is adom neked a lehetőséget, hogy kezdj. Köszönöm szépen. Na. Lássuk. A középkorban egyébként a kivégzési módszerek nagyon-nagyon brutálisnak minősültek, de az akkori feljegyzések szerint Dózsa György kivégzése még ennél is brutálisabb volt. Azért csak finoman, Tomikám, ez mégis egy kulturális műsor, de tudod mit, folytathatod, egyre kíváncsibb vagyok. Az első lépés az volt, hogy tüzes vassal megkoronázták. Aha, tüzes vas. És akkor itt vége is, ugye? Nem, még korán sem. A testvérét 3 darabra vágták, utána pedig a testét 4 darabra és bitófára fölfüggesztették. Hú, hát ezen borzalmas dolgok történtek vele, de hát ugye Koppánnyal is így volt, őt 4 darabra vágták, vagy 4 darabba vágták. De elképesztő, hogy milyen kivégzési módszerek vannak, és akkor itt jöhet szóba a tüzes trón. Így van, bár ezek tulajdonképpen csak legendák, így a korabeli legendák, nincsenek pontos feljegyzések arról, hogy ez valóban megtörtént-e, és a történelmet tekintve nem biztos, hogy volt ilyen, hogy tüzes trón, de egyébként a tüzes koronázás az valószínűleg megtörtént. Ja igen, és sakmat egyébként. Mi? De ez hogyan? Nem is tudsz sakkozni. Lehet, hogy ott kicsit színeztem, mert jártam még régen így heti 5 órában, meg a nagypapám is sakktanár, de amúgy igen, 1-2 dolog új volt. Dózsa György jót. Magyarország több településén, így Budapesten is találkozunk Dózsa György nevével. Az utcák, terek a nevüket gyakran jeles személyekről kapják. Kiváló költőinket is megihlette Dózsa György története. Ady Endre így írt róla. Dózsa György unokája vagyok én, népért síró, bús, bocskoros nemes. Hé, nagy urak, jó lesz tán szóba állni kaszás népemmel, mert a nyár heves. Petőfit a parasztvezér halála ihlette meg. Nem hallottátok Dózsa György hírét? Izzó vastrónon őt elégetétek, de szellemét a tűz nem égeté meg, mert az maga tűz, úgy vigyázzatok. Hogy többet megtudjunk a versek ihletőjéről, közterek névadójáról, a 20 forintos bankjegyen évtizedekig szereplő személyről, ellátogattunk a Dózsa György gimnáziumba, ahol Kristóf is felidézte, mit tud Dózsa György haláláról. Közismert én, hogy Dózsa Györgyöt milyen brutális, embertelen módon kínozták meg és majd meggyilkolták. Először is tüzes vassal megkoronázták, majd pedig saját katonái, akiket hajdúknak hívtak, bele kellett enniük Dózsa György magának a húsába, és később Dózsa Györgynek végig kellett néznie, hogy fivérét, Dózsa Gergelyt, most hát 3 darabra felszabdalták, majd pedig magát Dózsa Györgyöt is 4 felé feldarabolták, és az ország különböző pontjain kitették elrendetés céljából, hogy a jobbágyok ne lázadjanak fel újra birtokosaikkal szembe. A ma már horrorfilmbe illő jelenetek a középkorban elterjedt büntetési formák voltak. Ha belegondolunk, jó is nekünk ez a 21. század. Hát az előbb megtanítottál sakkozni, most én hoztam neked egy játékot, ez pedig a nyulacskázás. Úgy rendeztem be, vagy úgy állítottam fel a bábukat, hogy te vagy a vadászokkal, én pedig a nyullal. De bocsi, mit jelent ez, mert nem ismerem ezt a játékot. Na hát akkor ezért el is mondom. A lényeg az, hogy csak a fekete mezőkön lépkedhetünk, te kicsit korlátozottabb vagy, mint én.
mert te hátrafelé nem tudsz lépni, és a lényeg az, hogy mindig átlósan a szomszédos fekete mezőre léphetünk, tehát nagyjából így, ugye, hogyha itt vagyok, akkor én ezekre, erre, erre és erre is léphetek, viszont hogyha te lennél itt, akkor ide már nem, tehát hátrafelé nem. Értem. És annyi a célod, hogy bekerítsél engem úgy, hogy már ne tudjak sem erre lépni, tehát hogy abszolút egy ilyen sakmat helyzetben hozzá, csak ugye itt a nyulaska játékban. Nekem pedig az a célom, hogy átérjek a túloldalra. Hát bár a parasztoknak a vadászati jogát ugye visszavonták, ezt tudjuk, viszont akkor most vadásztanak a parasztjaim. Na, hát akkor induljon. Én kezdek mindig, tehát igen, szerencsés helyzetben vagyok. Elindultam. When your ceiling is a gun, boy, when your ceiling is a gun, he's the top of the West, always cool, he's the best. Hoppá, hoppá, ez a nyúl. Hát figyelj, most egy egérutat, azaz nyúlutat kaptam hirtelen. Hát ahogy látom, túl is jártál az eszemen. Nincs olyan lehetőség, hogy én nyerjek. Ugye, hogyha ide lépek, az már nem jó, tovább tudsz menni, vele nem tudok máshova lépni, te meg itt simán el tudsz liszolni. Igen. Hát, gratulálok. Én gratulálok neked. Jó volt, egyébként jó veled játszani, tényleg. Köszönöm. Jók ezek a mérkőzések, azt mondom. Mára még nyerek. Amikor ma fellapozunk egy történelemkönyvet, akkor mindennek láthatjuk az előzményét, a folyamatát, a következményét, de ne feledjük, hogy sokszor ezeket az eseményeket véletlenek sorozata idézte elő. Mennyire esetleges a történelmnek az alakulása, hogy Dózsa éppen Buda felé tartott, hogy a jutalmát átvegye, és így került az egész keresztes hadjáratnak a forgatagába. Aztán, hogy betiltották a keresztes hadaknak a toborzását, mert igazából ugye a parasztok először valóban a török ellen akartak harcolni, és csak akkor fordultak uraik felé, amikor ezt a pápai bullát visszavonták. Ami a történelemkönyvben le van írva, és aztán már letisztul több száz év után, az mennyire véletlenszerű is lehet abban az adott időszakban. A rendszerváltás előtt a mezőgazdaságban dolgozók, a munkások jelképévé is vált Dózsa György, aki bár nemesi származású volt, a parasztháború kitörését előidéző felkelők vezérévé vált. Számomra legfőképp a jobbátságnak a reakciója érdekes, ahogyan reagáltak a földes urak tiltásaira, meg ugye az adókra, mert akkor adók nem voltak, hogy emiatt fel kellett volna lázadni a jobbágyoknak, tehát nem voltak olyan óriási adók, illetve nem volt akkor a földes úri elnyomás. Vannak olyan alkalmak, amikor előre eldöntött, milyen irányba kell haladni tovább, máskor viszont olyan sorsfordító eseményeket hozhatnak maguk után a döntéseink, mint amikor Dózsa György a Buda felé vezető utat választotta. Te elszomlít, hogy legyőztél sakban és még nyulaskázásban is, szóval... Nem tudom, engem így feldobott. Játszunk egy visszavágót. Jó, ha benne oké, és de nem fogom hagyni magam. Rendben, akkor én kezdek. Oké, és hajrá. És ahogy látom, a nyúl-nyúl cipőt tud húzni, és el tud innen. Igen, hát az előző meccsből látom, sokat ellestél az én technikáimból. Bizonyám, bizonyám, azért figyelek én is. Úgyhogy gratulálnom kell, innen már egyenes út vezet a győzelmekhez. Köszönöm szépen. Öröm volt veled játszani. Ennyi a megtiszteltetés. Nagyon jó sakkot játszottunk szerintem, és örülök, hogy megtanultam a nyulacskázást, mert ezt a játékot még nem ismertem. Hát én is élveztem a meccseket, úgyhogy örültem, hogy eljöttél. Én is. Különben nem lett volna partnerem, csak cserélgethettem volna a székeket, meg a helyemet mindig. Az annyira nem izgalmas, mert próbáltam. De lényeg a lényeg, hogy én hoztam fel Dózsát, és mégis te tudtál ilyen sokat mesélni róla, úgyhogy köszönöm, hogy gazdagodhattam. Remélem, hogy sok mindent megjegyeztél ezekből a történetekből, és most már kicsit jobban ismered Dózsa Györgyöt. Hát köszönöm, rengeteget. Nektek is nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok, és hogy végig figyelemmel kísértétek a műsorunkat. Tomival még találkozni fogtok, ebben biztos vagyok, úgyhogy köszönjük szépen. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok.
Nagyon örültem annak, hogy Beni megmutatta, hogy mi is az a nyulacskázás, és annak még jobban örültem, hogy itt lettem ma a stúdióba, és beszélgethettem, illetve játszhattam vele, és hogy ennyi mindent megtudhattunk Dózsa Györgyről. Ez a téma még nem merült ki, rengeteg minden tartalmaz, úgyhogy nektek is ajánlom, hogy nézzetek még utána, hát ha találtok még valami érdekességet ezzel kapcsolatban. Sziasztok! Mesében, irodalomban és a valóságban is mindig más szerepe volt a nőknek, mint a férfiaknak. Ma már nem meglepő számotokra, ha például egy női író vagy költő műve kerül a kezetekbe, de régen nem volt ez így. Hogy miért? Megtudhatjátok következő adásunkból. Tartsatok velünk!